A nagykunságban élőkről kapnak egy pillanatképet a diákok az új kötetből. Ez a munka, ez a kötet, ez tulajdonképpen egyfajta szempontból nevezhető, de nem az. Tehát ez a kötet, ez nem tudományos munka, nem tudósok írták, nem kutatók, nem hivatásos kutatók, hanem olyanok, akik érdeklődnek a régi hagyományok iránt. Ez az értékfeltáró sorozat, amelyet a Lakitelek Népfőiskola működtet, már 25-26 kötetet tud magáénak. Ez azt jelenti, hogy a Kárpát-medence sok területéről, nem csak a mai Magyarországról, Kis-Magyarországról, hanem a határon túli településekről és településcsoportokról készült ilyen könyv, és ennek az összefoglaló címe az értékfeltáró kiadványsorozat. És ennek vannak különböző kollégiumai, szakkollégiumai, hiszen ugye a népfőiskolát is kollégiumok alakítják, alkotják. És amikor a kunképes lexikon készült, és elkészültünk vele, akkor Lezsák Sándor alelnök úr megkérte, hogy az országgyűlés alelnöke megkért engem, hogy már a Kiskunságnak elkészült egy ilyen könyve, kötete, és hogy segítsek abban, hogy a Nagykunság településeiről is elkészüljen egy ilyen kötet. Ez tulajdonképpen ugye arról szól, illetve úgy alakul a kötet, hogy kijönnek kutatók, akik ezeket a népfőiskola szervezi, illetve a népfőiskolának a megfelelő munkatársai szervezik, akik egy egységes kérdőív alapján dolgoztak mindenütt, tehát ez adott volt, és hát így jöttek, meghatároztuk, hogy hány településről van szó. Hát ugye, mint tudjuk, történetileg 6 település alkotja a Nagykunságot, de hát ugye egyrészt a távolság miatt is Kunszentmárton kiesik a forgalomból, és hát hogyha jól megnézzük, Kunszentmárton már nem is annyira tartozik a Kunsághoz, tudatilag természetesen igen, de mint Kistáj inkább a Tiszazug központjává vált az elmúlt évtizedek során. És ezért egy picit kilóg a sorból, és ezért úgy döntöttünk, hogy csak az 5 települést veszük be, hiszen Beregfürdő, Kuncsorba, Mesterszállás, ezek olyan kicsik, amelyeknek még nincs olyan jelentős hagyománya, és így maradt az 5 kun település, ahová mindenhová jöttek kutatók, 4-5 fővel. Ezek a kutatók ugye egyrészt egy hét alatt kérdőívet kérdeztek végig, 20-25 embert kérdeztek, és ugye nekünk az volt a szerepünk, hogy segítsünk, hogy megfelelő embereket, megfelelő adatközlőket találni. Tehát ilyen szempontból ez hasonló, mint egy néprajzi gyűjtés, amit annak idején, ugye még Györfi Istvánék a két világháború között kialakított Györfi, hogy ugye a hallgatóival együtt kiment terepre, úgymond, és akkor minden hallgató kérdőív alapján, saját maga készítette kérdőív alapján egy-egy témát felkutatott. Itt adott volt egy kérdőív. Volt olyan település, például Kunmadaras, ahol a Nemzetvédelmi Egyetem tűzoltó szakos hallgatói dolgoztak, Kisújszálláson a Nyíregyházi Egyetem tanulói, hallgatói dolgoztak, Túrkevén a Debrecen Egyetem munkatársai, Karcagon a felvidéki Martosi Népfőiskolának a munkatársai, illetve egy vállalkozó gyűjtötte ezt a kérdőívet. Tehát tulajdonképpen ez az összetettség is, ez a sokszínűség is mutatja, hogy különböző felkészültségű emberekről volt szó, akik érdeklődnek egyrészt maga után a terület iránt, az értékek iránt, másrészt pedig ezután a vidék iránt érdeklődnek. Ezért ugye ők ide eljöttek. Tulajdonképpen ez egy pillanatfelvétel, arról szól, és ezért nem tudományos munka, főképpen arról szól, hogy milyen értékeket tartunk mi értéknek, hiszen minden településen van értéktárbizottság, illetve a Hungarikum törvény értelmében megalakultak olyan bizottságok, amelyek továbbküldik, és Hungarikumban tudnak nyilvánítani
vagy nyilvánítatni dolgokat. Maga ez az értékfeltáró bizottság, vagy értékfeltáró könyvsorozat is a Hungarikum törvény megjelenése után indult el, tehát amikor ugye ezt a törvényt létrehozták, és ugye ennek ez a lényege. Két hétig tartott a gyűjtőmunka az öt településen. Volt egy második hét is, ahol viszont az addigi adatközlők közül kiválasztottak néhányat, és mély interjút készítettek. Ezek a mély interjúk, ezek sokszor videóra is kerültek, úgyhogy a könyvnek van egy DVD melléklete, egy 55 perces DVD melléklet is, ahol élőszóban is elmondják. Tehát ez a kötet összefoglalja, hogy jelen pillanatban mit tart a KUN települések nagy része, a KUN települések mit tartanak maguk között értéknek, és egy messziről jött ember ebből mit vesz észre, hogy érték. Tehát egyfajta adatbázis került létrehozásra, amelyet ugye annak idején, vagy a bemutatón is mondott Lezsák alelnök úr, hogy mivel ez már a 26., 27., és még el fogják érni hamarosan, mert már készül a többi, tehát a 30-at, amikor egy kicsit megünneplik, hogy elkészült. Ez egy 30 kötetes adatbázis, ami ugye, hát két világháború között is voltak a Borosz, Kisamú és egyéb vármegye monográfiák, ami tulajdonképpen ugyanazt szolgálta, mint ez, illetve ez is ugyanannakat szolgál, mint az, hogy olyan adatbázis, amit majd a jövő kutatói fognak tudni használni. Ki így, ki úgy. Ki megmondja, hogy tévedtünk, ki megmondja, hogy nem tévedtünk, vagy egyébként fel fogják mindenre használni. Hát Karcagról is elég sok interjú készült, illetve Karcagról is sok résztvevő volt ebben a dologban, és valóban úgy van, hogy nem identitásképző, hanem inkább imásképző, illetve imásfejlesztő kifelé ez a kötet. Hát megemlíthetjük azért a tudományt is képviseli a kötetben, a tudományt is képviselik, ugye, mert a múzeumon kívül ott van dr. Barta Júlia is, akivel mély interjút készítettek. Ott van Kerekes József, aki juhász volt, juhász dinasztia, a Dániel Farm képviselő, illetve idős Hubay Imre, tehát a gazdálkodók is benne vannak. Tulajdonképpen egyébként több emberrel akartak még készíteni, csak mivel nyár volt, nem mindenki ért rá. És ezért nem mindenkivel, akivel szerettünk volna, vagy nem szerettek volna beszélni, az nem mindenkivel sikerült, mert például szerettek volna Györfi Sándor szobrászművésszel, hiszen egyetlen Kossuth Díjas szobrászművészünk a nagykunságban, de hát ott más dolgok miatt nem sikerült. Tehát tulajdonképpen sok és különböző emberekkel sikerült beszélgetni, úgyhogy én most csak a legemlékezetesebbeket említem meg, de a könyvben benne vannak.